Külföldi sajtó visszhangja már van, diplomáciai következményei viszont majd csak ezután lesznek Orbán Viktor veszprémi beszédének a DK szerint. A miniszterelnök az európai egységet többek között Hitler álmaihoz hasonlította a tegnap elhangzott mondataiban. Már külföldi lapok is idézik a miniszterelnök veszprémi beszédét, amelyben, ahogy a német Spiegel írja, az unió egyesülési projektjét Hitler világuralmi terveihez hasonlította. Bizánc, Nagy Károly, Otto, Napóleon, Hitler más-más alapokon, de mindegyik európai egységről álmodozott. A Momentum számára az Európai Unió mást jelent. Ez nem egy közigazgatási vízió számunkra, hanem az, hogy Európa meg tud-e újulni, hogy képes tud-e lenni arra, hogy garantálja az európai szintű oktatás, az európai szintű egészségügyet minden magyar embernek, hogy el tudja közvetlenül juttatni a forrásokat oda, ahova valók. A DK elnökét a Spiegelhez hasonlóan Hitler és az Európai Egység együtt említése késztette megszólalásra. Grézi Zsolt szerint ennek a kijelentésnek még lesznek diplomáciai következményei. Az Európai Unió ma a béke záloga. Adolf Hitler pedig nem a béke záloga volt, hanem a háború záloga. Ez a legnagyobb különbség, és Adolf Hitler nevével bármilyen módon példálózni, az Európai Unió bármely tagállama számára totálisan elfogadhatatlan. A magyar véleménybuborékban felnagyítják a magyar vétókat. A kormány közeli század vég politológusa szerint az utóbbi években már nem úgy érvényesülnek az uniós elvek, ahogyan azt az alapító atyák gondolták. Kiszeli Zoltán úgy véli, hogy ha a brüsszeli testületeknek nincsenek nyertes-nyertes ajánlatai, akkor a kormány kénytelen a blokkolás és a kritika eszközével élni. Itt nem az uniós szabályok alkalmazásáról van szó, hanem Brüsszel általi kreatív értelmezésével megpróbálnak egy kedvezőtlen helyzetben keresztül vinni döntéseket, amiket a hagyományos eljárással nem tudnak. A történész Ungvári Krisztián úgy látja, hogy nincs értelme bírálni a kormányfő állítását, mert a formál logika szabályai szerint az egységesítés kifejezés nem utal arra, hogy az pozitív vagy negatív folyamat. Hogyha mindent, amit Orbán Viktor mond, rögtön rossznak tartunk csak azért, mert ő mondta, akkor ez egy hitvitává válik. És akkor viszont nem lesz értelme a szavaknak, hanem akkor ez olyan lesz, mint hogyha két szekta vitatkozna egymással, amelyik nem érti a másikat. Ungvári szerint éppen elég kritizálni való van a Fidesz politikájában, kezdve a legfontosabbal az orosz politikai érdekek kiszolgálásával.